Egy mobil bűnmegelőzési centrum állt pénteken Nyíregyháza egyik lakótelepén, nem csak látványelemként. A jármű a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács tulajdona, több vármegye is használja, nem csak figyelemfelhívásra. Ezzel lehetőség van kitelepülni szinte bárhová, és közelebb vinni a lakossághoz a prevenciós célú beszélgetéseket, akár a kiberbiztonság témában is. Az ORFK 2024-ben erre fókuszál. Míg a fizikai térben megvalósuló bűncselekmények száma folyamatosan csökken, addig az online csalások egyre gyakoribbak, és szinte minden korosztályt érintenek. A legfontosabb a gyanakvás, az egészséges gyanakvás. Ha valakit azzal hívnak fel, hogy banki ügyintézőként kiadva magát valaki arról beszél, hogy adja meg a bankszámlaszámát, adja meg a személyes adatait, adja meg a PIN kódját, a felhasználói nevét, ilyet sosem kérnek bankok, pénzintézetek. Ha azzal hívják, hogy telepítsen egy alkalmazást, az AnyDesk alkalmazás a legnépszerűbb az elkövetők körében, hogy telepítsen egy alkalmazást, mert ez kell ahhoz, hogy megvédjék az ő bankszámlát, ne telepítse le. Inkább szakítsák meg a hívást, hívják fel a központi telefonszámot, hogy közöljék az őt kereső féllel, hogy akkor bemennek a bankba személyesen intézni a dolgot, tehát egy egészséges gyanakvás inkább legyen megszakítva ez a telefonbeszélgetés, mint hogy megtörténjen a bűncselekmény. A sok figyelem felhívó jó tanács ellenére azonban még mindig rendszeresen előfordul Nyíregyházán is, hogy valaki áldozattá válik. És bár nem mindenki tudja, de több mint két éve áldozatsegítő központ működik a vármegye székhelyen, ahová bárki betérhet akár anonim módon is, és segítséget kérhet. Legyen az csak egy útmutatás, hogy mi a teendő egy helyzetben, jogi tanácsadás vagy pszichológiai segítségnyújtás. Az, hogy kifordul hozzánk, ez több csatornán is érkezhet, hiszen van egy automatikus adatátadás a rendőrség és az áldozatsegítő központ között, tehát súlyosabb bűncselekmények, mint az emberölés, súlyos testi sértés, vagy akár a kapcsolati erőszak, ezekben, hogyha a rendőrségnek kifejezetten nem tagadjuk meg, akkor az adatai az áldozatnak, illetve a tényállás röviden megérkezik hozzánk, és mi személyre szabottan felkeressük őt az azt követő napokban, de egyébként akár anonim módon is kereshetnek minket. Ezek meglehetősen súlyos bűncselekmények, tehát több akár szexuális erőszak áldozata fordult hozzánk, aki még a saját környezetének sem mondta el, hogy ilyen bűncselekmény áldozatává vált. Ők főképp pszichológusi segítség iránt érdeklődnek, de számos esetben fordultak hozzánk az online csalás áldozatai, illetve kapcsolati erőszak áldozatai, vagy olyan kortárs bántalmazás áldozata, akiről például akarata ellenére, vagy beleegyezése nélkül kerültek föl róla szóló képek, videók, ilyen chat szobákba, vagy internet különböző bugyraiban, és ebben kér segítséget, hogy azt onnan eltüntethesse. A hatósági hangulattól mentes központba bárki jelentkezhet, ahol egy irányított beszélgetés keretében mérik fel a szakemberek, hogy mire van szüksége az érintetnek.